1989. január 4-én az Egyesült Államok haditengerészetének két F-14 Tomcat típusú vadászgépe a líbiai partok felett őrjáratozott, amikor két líbiai MiG-23-as támadta meg őket. Mindkét támadógép odaveszett. Háború a levegőben. A repülőgép hordozók védelme. Gőzfelhők gomolyognak a repülőgép hordozó fedélzetén, miközben a kisegítő személyzet katapultálásra készít fel egy F-14-est. A pilóta és radarkezelője bekötik magukat, hogy el tudják viselni a kilövéssel járó lökést. Az utánégetők bömbölése közepette a Tomcat 20 tonna tolóerővel feszül neki a gőzkatapultnak. A gép mindössze 3 másodperc alatt nulláról több mint 250 km-es óránkénti sebességre gyorsulva szinte kirobban a hordozóról. A sietségnek megvan az oka. Az F-14-esnek kell megvédenie a bázisként szolgáló úszóerődöt. Hasonló bevetéseket teljesít az FA-18 Hornet. A francia haditengerészet F-8 Crusader típusa. Valamint a brit királyi haditengerészetnél is több más országban rendszerben álló Sea Harrier. A hordozók köré szervezett csapásmérő flotta az egyik leghatékonyabb a valaha felállított katonai egységek közül. Ütőképessége és mozgékonysága miatt azonban háború esetén első számú célponttá válhat. A hordozók és kíséretük védelme ezért rendkívül fontos. Bármilyen hatalmas is egy hordozó, a rajta állomásozó repülőgépek száma korlátozott. Ideális esetben ezek mind csapásmérő repülőgépek, hiszen a repülőgép hordozó elsődlegesen támadó fegyvernek számít. A gyakorlatban azonban a gépek jó részét a hordozó védelmének ellátására tartják fenn. Az Egyesült Államok hordozóinak védelmét egy vagy két század F-14-es látja el, a 90-es évek végétől azonban ezeket fokozatosan kivonják, és a Tomcateket 3 századnyi többcélú FA-18-as váltja fel. Az FA-18 Hornet nem csak rendkívül fordulékony vadászgép, de földi célpontok ellen is kitűnően megfelel. A brit királyi haditengerészet Harrier típusa is ilyen több célú repülőgép. Jól lehet, elsősorban támadó feladatokat lát el, a franciák Super Étendard típusa is bevethető légvédelmi vadászgépként. A francia haditengerészet hordozóinak védelmét sokáig a veterán F-8 Crusader látta el, amelyet még az 50-es években terveztek. Hamarosan azonban felváltják a Rafale M típusú több célú ezredfordulós vadászgépek. Mióta a repülőgépek tevékenysége a tengerek fölé is kiterjedt, fontos feladatukká vált saját úszóbázisaik védelme. Az 1925-ben vízre bocsátott USS Saratogához hasonló, kezdetleges repülőgéphordozók fedélzetére primitív, kétfedelű felderítő vadászgépeket telepítettek.
A II. Világháború során a britek kísérletképpen kereskedelmi hajókra telepített katapultokról Hurricane vadászgépeket indítottak a hadi anyagokat szállító konvojok védelmére. A repülőgép hordozók valódi erejét és harcértékét a II. Világháború mutatta meg. Az Egyesült Államok az 1941-es Pearl Harbor elleni japán támadást követően lépett be a háborúba. Az amerikaiak szerencséjére a támadás napján 6 hordozójukból egy sem horgonyzott a kikötőben, így a következő évtől ezek játszották a főszerepet a csendes-óceáni hadszíntéren. 1942-ben az amerikai haditengerészet gépei közül a zömök Grumman F4F Wildcatek számítottak a Zérók legveszedelmesebb versenytársainak. 1942. májusában elkeseredett tengeri csaták zajlottak a Korall-tengeren, a következő hónapban pedig a Midway-szigeteknél. A Zérók, a Wildcatek és a Buffalók elszántan védték saját hordozóikat a torpedóvetőgépek támadásaival szemben. 1943-ra fordulat állt be a felkelő nap birodalma elleni harcban. Olyan amerikai vadászgépek jelentek meg, amelyek felülmúlták a japánok Zéró vadászgépeit. A Wildcateket az F6F Hellcatek, illetve a Volt F4U korszerek váltották fel. A nagy pulyka vadászatként is emlegetett légicsaták alkalmával a Hellcatek és a korszerek ízekre szedték az amerikai repülőgéphordozókat támadó japán gépeket. A támadó japán gépek azonban időről időre eljutottak a hajókig. Az elkeseredett és mindenre elszánt öngyilkos kamikáze pilótákat nagyon nehezen lehetett feltartóztatni. Sok szövetséges hajót süllyesztettek el a csendes-óceáni háború utolsó szakaszában. A repülőgéphordozókról felszálló vadászgépek az amerikai csapatok partraszállásához is fedezetet biztosítottak. Nem sokkal a II. Világháborút követően sugárhajtású gépek kerültek a hordozók fedélzetére. Ezek közül az egyik legelső típusa McDonnell F2H Banshee volt. Az 50-es években a szuperszonikus F8U Crusader lett az amerikai haditengerészet első számú légvédelmi vadászgépe. A Phantom jelentette a következő nemzedéket. Már számottevő rakétafegyverzettel és korszerű tűzvezető radarral szerelték fel. A típus kitűnően képzett pilótáival nagyszerű teljesítményt nyújtott a vietnámi háborúban a MIG-ek ellen. A Grumman F-14 Tomcatet, hollywoodi filmcsillagoknak kijáró dicsfény és a pilóták, valamint a földi kiszolgálók nagyra becsülése övezi. Több mint 20 évig volt az amerikai Egyesült Államok haditengerészetében a hordozók védelmének legfontosabb eleme. A 21. században kissé elavult konstrukciónak számít, de nagyszerű radarja és levegő-levegő fegyvereinek kitűnő kombinációja révén az ezredfordulóig a világ legjobb haditengerészeti elfogó vadászgépeként tartották számon. Erődjéhez, az 1974-től felváltott Phantomhoz hasonlóan az F-14-es is nagy, súlyos, kéthajtóműves vadászgép. TF-30 hajtóművei eleinte gondot okoztak, de a 90-es években felújított Tomcatek már sokkal megbízhatóbb hajtóművekkel repülnek. A pilótából és a radarkezelőből álló kétfős legénységet a repülőgép tervezésének idején még nélkülözhetetlennek tartották a hosszú távú tengerfeletti repülésekhez. A flotta elfogó vadászgépeként az F-14-es legfőbb erőssége abban rejlett, hogy a sebezhető hajókról is szembe tudott szállni az ellenséggel. A Tomcatnek kellett megvédenie a repülőgép hordozót és kísérő hajóit az ellenségtől. A csapásmérő egység több elemből áll. A hordozón kívül cirkálók, rombolók, tengeralattjárók és egyéb kísérő hajók alkotják. A nagy hatótávolságú F-14-esek mintegy védőpajzsot képeztek a hajóraj körül. Az F-14-esek feladata az úgynevezett külső légiharc, amely magától a hordozótól a szószoros értelmében több száz kilométernyire veszik ettetét.
Az F-14-est úgy tervezték, hogy bármilyen támadást elháríthasson. Bár főként a nehézkesebb, nagy hatótávolságú hajók elleni rakétákkal vagy robotrepülőgépekkel felszerelt szovjet bombázók elleni küzdelemre szánták, felvehette a harcot a kisebb, jobban manőverező célpontokkal, beleértve magukat a rakétákat, illetve az őket kísérő robotrepülőgépeket. A 80-as években a líbiai vadászgépekkel történt összecsapások bizonyították, hogy az F-14-es fordulóharcban is megállja a helyét. Az F-14-es kivételes hatásfokát elsősorban a Phoenix levegő-levegő rakétának köszönheti. A közel 450 kg súlyú, 150 km hatótávolságú roppant szerkezet elképesztő romboló erővel rendelkezik. A kísérletek során a Phoenix rakéták a 25 000 méteren 2,8 Mach sebességgel repülő távirányított repülőgépet épp úgy eltalálták, mint a tenger felett 15 méteren hangsebesség alatt repülő rakétaméretű céltárgyat. Máskor az F-14-es 1,5 Mach sebességű célpontot fogott be 250 km távolságból, 200 km-ről indította a Phoenixet, a rakéta pedig a géptől 150 km-re semmisítette meg a céltárgyat. Ilyen teljesítmények eléréséhez szükség van a nagy teljesítményű AVG-9 jelű radarra, amely tucatnyi célpontot képes bemérni és követni több mint 300 kilométeres távolságból, és egyszerre 6 ellenséges repülőgépet tud befogni 150 kilométerig. Az F-14-es fegyverzetét a közepes hatótávolságú Sparrow és a rövid hatótávolságú Sidewinder rakéták egészítik ki. Ugyanakkor korlátozott mértékben földi célok támadására is alkalmas, azaz nem irányított bombákkal is felszerelhető. A fegyverzet variálhatósága és a nagy teljesítményű radar révén az F-14-es rendkívül hatékony tengerészeti elfogó vadászgéppé vált. A hidegháború elmúltával az amerikai hordozókra telepített F-14-es századok számát 2-ről 1-re csökkentették. A Tomcatből azonban egy századnyi is képes bármilyen légitámadással szemben megvédeni a repülőgép hordozót és kíséretét. Az F-14-esekkel egy másik Grumman repülőgép típus működik szorosan együtt, az E-2 Hawkeye. A legénység által dongóknak becézett E-2-esek tulajdonképpen a flotta szemei, hiszen légtér ellenőrző és repülés irányító feladatokat látnak el. A légcsavaros Hawkeye némileg elüt ugyan a fedélzeten sorakozó karcsú, sugárhajtású csodáktól, mégis egyike a repülőgép hordozó legfontosabb gépeinek. A hadműveletek alkalmával az E-2 száll fel elsőként és tér vissza utoljára a fedélzetre, komoly veszély esetén pedig szakadatlanul a levegőben járőröz. A Hawkeye hatékonyságának kulcsa a radarban rejlik. Az ezredforduló környékén az APS 139 jelű rendszert használják. 600 repülőcélpontot képes befogni és követni egyszerre, akár nagyméretű, magasan repülő bombázógépekről, akár apró, a tenger felett manőverező irányított rakétákról van szó. Passzív rendszerei több mint 800 kilométeres távolságból is képesek érzékelni az ellenséges radarokat. A legújabb APS 145 jelű radar már 2000 cél egyidejű követésére és 40 elfogás irányítására képes. Ugyanakkor sokkal ellenállóbb az ellenséges zavaró tevékenységgel szemben. Az ismeretlen cél észlelésekor az E-2 F-14-eseket vezényel annak elfogására. A cél koordinátáit rejtjelezett adatátviteli csatornán keresztül továbbítja a vadászgépeknek és a repülőgép hordozó hadműveleti központjának.
Jól lehet, a Hawkeye-nak nincs saját fegyverzete, az általa szerzett és továbbított információ nélkülözhetetlen része a hordozók védelmi rendszerének. Ezerben már a több célú FA-18 Hornet tölti be a legfontosabb harci repülőgép szerepét az Egyesült Államok repülőgép hordozóinak fedélzetén. Légvédelmi vadászgépként a Hornet nem annyira nagy hatótávolságú és kevésbé ütőképes, mint az F-14-es, viszont sokkal fürgébb. Az FA-18-as rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyazon bevetés alkalmával légi és földi célpontok ellen egyaránt harcolhasson. Nagy-Britannia egyetlen tengerészeti vadászgépe a Sea Harrier. A királyi haditengerészet három kisebb hordozója, az Invisible, az Illustrious és az Ark Royal fedélzetén teljesít szolgálatot. A következőkben egy pilóta számol be gépe képességeiről. Ezt a típust elsősorban vadászgépnek szánták, tehát általában rakétákkal szerelik fel. Bombákkal, rakétablokkokkal és gépágyúkkal ellátva azonban földi célpontokra is támadhat. Képesek vagyunk a légi utántöltésre is. Ezzel kiterjeszthetjük a hatótávolságot és növelhetjük a repülési időt. Olyan repülőgép van a birtokunkban, amely minden követelménynek megfelel, és különösen a partmenti harcok során igen hatékony. Egy pilóta számára kétségkívül nagyszerű élmény a Sea Harrierrel repülni. Amellett, hogy mindenre képes, amire egy hagyományos vadászbombázó repülőgép, egy helyben is lebeghetünk vele. Egy-egy fárasztó bevetés után a legnehezebb dolog a leszállás, különösen rossz időben. Soha nem lazíthatsz, nem lankadhat a figyelmed, mert a gép visszavág. A Sea Harrierek a hajók sísánchoz hasonló orráról szállnak fel. A brit hordozókon a hagyományos anyahajók többségétől eltérően nincs sem gőzkatapult, sem ferdeleszálló pálya. A Sea Harrier egyedülálló a nagy teljesítményű harci repülőgépek között, hiszen a hajtómű irányítható fúvócsöveinek jóvoltából függőleges le- és felszállásra is képes. Egy Harrier berepülő pilóta egyszer azt mondta a gépről, hogy könnyebb vele függőlegesen leszállni, mint lefékezni egy hagyományos leszállást követően. Nem sokkal azután, hogy a Sea Harrier szolgálatba állt a brit flotta repülőerőinél, már is bevetették az 1982-es Falklandi háborúban. Az Atlanti-óceán déli részének mostoha időjárási körülményei között a Fekete Halálnak nevezett Harrierek 20-nál több argentin gépet lőttek le saját veszteség nélkül. Azóta a Sea Harriereket többször is korszerűsítették. A legmodernebb FA-MK2 jelű változatra olyan új radart szereltek, amellyel az MREM rakétákat is lehet irányítani. Az ezredforduló idején az orosz haditengerészet egyetlen bevethető nagy repülőgép hordozóval rendelkezett. Ez volt a Kuznyecov admirális. Fedélzetén egyetlen típust használnak, a Suhoi Su-33 Flankert, az orosz szárazföldi légierő Su-27-es vadászgépének tengerészeti változatát. Szárazföldi
szárazföldi megfelelőihez hasonlóan a Su-33 is nagyméretű, nagyhatótávolságú elfogóvadászgép az amerikai F-14-es osztályában. Kiváló manőverező képessége révén a világ egyik legjobb közelharcban bevethető vadászgépe. Szabvány első generációs Su-27-eshez képest a hordozó fedélzeti változatot előső stabilizátorral és elfogó horoggal is ellátták, a gép szárnya pedig felhajtható. Habár néhány műszaki megoldás tekintetében a nyugati szabványhoz képest idejét múlt, a Su-33 legalább olyan jó, mint a legkorszerűbb nyugati tengerészeti vadászgépek. Franciaország, Clemenceau és Foch nevű hordozóinak légvédelmét a veterán F-8 Crusaderekre bízták. Ez a típus a 60-as évek óta áll a francia haditengerészet szolgálatában. Annak ellenére, hogy fokozatosan korszerűsítették, a 90-es években már szánalomra méltóan alkalmatlan volt a hordozók védelmére. Többek között hiányzik róla a lefelé néző radar és a korszerű nagyhatótávolságú levegő-levegő rakéta. Manőverező képességük ezzel szemben kiváló, és a pilóták nagyon kedvelték ezt a típust. A Crusader hosszú ideje esedékes cseréje az ezredforduló környékén kezdődött meg a haditengerészetnél, mégpedig a Dassault Rafale M több feladatú vadászbombázóval. Nyolc csúcs technológiájú Mika rakétájával a 21. század kezdetének legnagyobb teljesítményű és legfürgébb tengerészeti vadászgépe. A hordozó fedélzeti vadászgépeknek sokféle fenyegetéssel kell szembenézniük. Legyen a támadó egyetlen, nagy sebességgel és kis magasságban közeledő robotrepülőgép, vagy egy rakétákkal felfegyverzett bombázóraj, a vadászgépnek fel kell vennie vele a harcot. A hordozó vadászgépeinek riadó készültségi foka a fenyegetettség mértékétől függ. A veszély növekedtével előbb 60, majd 15, végül 5 percre csökkentik a startkészültséget. A hidegháború idején az Atlanti-óceán északi részén tevékenykedő repülőgéphordozók teljes riadókészültségben álltak. Ehhez hasonló mértékű fenyegetettség esetén az F-14-esek és az FA-18-asok feladata bármilyen a radar által befogott azonosítatlan repülőgép elfogása. A legmagasabb veszélyfokozat esetén egy F-14-es géppár mindig a levegőben van, és a lehetséges támadási irányokat ellenőrzi. A Tomcatekkel együtt egy vagy két E-2 Hawkeye is folyamatosan pásztázza a flotta körüli több száz kilométeres légteret. Az őrjáratozó vadászgépek teljes fegyverzettel köröznek, hogy szükség esetén bármikor tüzelhessenek. Az Egyesült Államok haditengerészetének hordozóin különböző szintű készültségben állnak a repülőgépek.
Az ötös fokozat azt jelenti, hogy egy F-14-es géppár várakozik a fedélzeten, üzemanyaggal feltöltve, teljes fegyverzettel, készen arra, hogy 5 percen belül felszálljon. Más vadászgépek 60 vagy 15 perces készültségben állnak. Ezeknek üzemanyagra és fegyverzetre van szükségük, valamint el kell rajtuk végezni a felszállás előtti ellenőrzést. Ez alatt a pilótákat és a radarkezelőket eligazítás során tájékoztatják a várható támadásról. A bevetési utasításokat legtöbbször a csapásmérő egység parancsnoka, rendszerint egy ellentenger nagy adja ki a hordozó fedélzetén kialakított a hajó többi részétől elszigetelt saját parancsnoki harcálláspontjáról. A hidegháború csúcspontján az amerikai haditengerészet nukleáris repülőgép hordozói voltak a világ legjobban védett hadihajói. Az Egyesült Államok haditengerészete úgynevezett réteges védelmi rendszert épített ki, hogy minden nemű szovjet fenyegetéstől megvédje a hajóit. Legyen az akár rakéta, akár repülőgép, hadihajó vagy tenger alatt járó támadás. A külső zóna védelmét egy F-14-es géppár látja el, amely a hordozótól legalább 350 kilométerre cirkálva teljesít fegyveres légi őrjáratot. F-14-es nagy teljesítményű radarja 24 célpont egyidejű követésére képes, még akkor is, ha a vadászgép nagy magasságban, míg a célpont közvetlenül a tenger felett repül. A Tomcat ráadásul egy időben több ellenséges céltárgyra is kilőheti rakétáit. A Phoenix rakéták 150 kilométeres hatótávolsága a hordozót övező védelmi gyűrű átmérőjét 500 kilométeresre növeli. A hordozó ellen készülő, szovjet rakétatámadásról szóló első figyelmeztetés minden bizonnyal egy E-2 Hawkeye fedélzetéről érkezik. Védelmi gyűrű peremén, 8000 méteres magasságban cirkáló Hawkeye radarja minden ellenséges repülőgépet felfedez a repülőgép hordozó 800 kilométeres körzetében. A vadászgép szerepében az FA-18-asok fő feladata a védőgyűrűn keletkező esetleges rések betömése. Szintén az E-2 Hawkeye-ről kapott útmutatás alapján kell elfogniuk az őrjáratozó F-14-eseket elkerülő ellenséget. Annak ellenére, hogy a Hornetek MRM rakétái kisebbek és rövidebb hatótávolságúak a Phoenixnél, fontos összetevői a repülőgép hordozó légvédelmi rendszerének. A belső zóna légvédelmét a hajórajz saját fegyverzete látja el. Ez a kísérőhajók föld-levegő rakétáiból és a repülőgép hordozó gyors tüzelésű gépágyúiból áll. Infracsapdák és elektronikus zavaró berendezések is rendelkezésre állnak az ellenség tűzvezető rendszerének megzavarására, illetve működésképtelenné tételére.
britek szabvány levegőföld rakétája a Sea Dart, amely a Falkland-szigeteknél bizonyította pusztító képességét. Három argentin repülőgépet tőttek le ilyen rakétákkal. A repülőgép hordozó rendkívül gyors tüzelősebességű gépágyúi jelentik az utolsó védelmi vonalat. Az úgynevezett közvetlen légvédelmi rendszer phalanx típusú 20 mm-es radarvezérelt forgócsöves gépágyúi ellenőrzik a hajóraj körüli 2 km átmérőjű legbelső területet. Napjaink repülőgép hordozóinak erejét leginkább a Falklandi háború során ismerhette meg a világ. Argentinának a Falkland-szigetek elleni inváziója Nagy-Britannia azonnali és heves reakcióját váltotta ki. A királyi haditengerészet hadműveleti egysége elindult a 12 ezer kilométerre fekvő szigetcsoport felé, az Atlanti-óceán déli részére. Feladatuk a Falkland-szigetek visszafoglalása volt. A briteknek két repülőgép hordozó, a HMS Hermes és a HMS Invisible állt rendelkezésére az argentin hajóhaddal szemben. Mindegyikre 20 újonnan rendszerbe állított Sea Harrier telepítettek a csapásmérőegységek védelmére. Az argentinok ötször annyi támadó repülőgéppel rendelkeztek. Légierejük Super, Itandar, Mirage és Skyhawk típusokból áll. Ahogy a csapásmérőegység közeledett délfelé, a Sea Harrierek mind nagyobb intenzitással gyakorlatoztak, hogy felkészüljenek a közelgő csatákra. Hajóhad parancsnoka Sandy Woodward tengernagy a Falkland-szigetektől keletre helyezte el flottáját, a lehető legmesszebb az argentin csapásmérő repülőgépek támaszpontjaitól. A Sea Harrierek folyamatosan őrjáratoztak a hajók körül. A szigetekért folytatott harc a főváros Port Stanley repülőtere ellen indított brit támadással kezdődött. Az argentinok jócskán alábecsülték a Sea Harrierek képességeit, és ezért súlyos árat fizettek. A május 1-i légiharcokban a Sea Harrierek 4 gépüket lőtték le. Amikor megkezdődött a brit partraszállás, a Sea Harrierek ismét főszerepet kaptak. Egészen május 21-ig nem maradtak újabb légi győzelmet, de akkor 10 a partraszállást megakadályozni igyekvő argentin repülőgépet lőttek le. Május végére a britek légi győzelmeinek száma 19-re nőtt, miközben ők maguk nem szenvedtek veszteséget. Az argentin légvédelmi tüzérség 2 Sea Harriert lőtt le. Júniusra a britek megnyerték a Falkland-szigetek körüli csatát, ami nagyrészt a Sea Harrierek tevékenységének köszönhető. Nyolc évvel a líbiai vadászgépekkel folytatott 1981-es összecsapás után az Egyesült Államok haditengerészetének F-14-esei még egyszer megmutatták erejüket. Kadhafi ezredes Líbia vezetője már régen kijelentette, hogy a szidrai öböl líbiai felségterület. Amerika vitatta ezt, és itt állomásoztatta a USS John Kennedy repülőgép hordozót, hogy biztosítsa saját szabad hajózását a nemzetközi vizeken. Minden készen állt az újabb összecsapásra. Roger, 1989. január 4-én reggel két a VF-32 Gypsy hívójelű századhoz tartozó F-14-es indult őrjáratozó repülésre. Egy E-2 Hawkeye légtér ellenőrző gép ellenséges gépek közelettére figyelmeztette őket. Két líbiai MiG-23-as tartott feléjük.
A következő képsorok alatt a légihad során rögzített eredeti rádióforgalmazás hallatszik. Come back port now. Port, 27 miles. Bogies at 7,000 feet. Port 5. Watch out, bogies 135, 50, Angel 16. Heading 340. Okay. Roger, same bogies. You're in collision now. Steering. Okay, bogies have jinked back at me again for the fifth time. They're on my nose now. Inside of 20 miles. Master arm on. See? Good light. Good light. Okay, centering up the T. Bogey's jinked back into me again. 16 miles, center the dot. Say your angels. I'm at angels 5, nose up. Oh, his angels. No, wait a minute. Angels are at 9. Alpha Bravo from 207. 13 miles. Fox one. Oh, Jesus. Beacon right. Roger that. 10 miles, he's back on my nose. Fox one again. Watching him up. 6 miles. Tally two. Turning into me. Roger that. 5 miles. 4 miles. Okay, he's got a missile off. Breaking right. Set. Good hit on one. Roger that. Good kill. I've got the other one. Switchback two. I have Fox 2. Coming hard, sir. So fucking shoot him. I almost got a cone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. Hey, I'm high cover on you. Get a Fox. Get him. Lock him up. Lock him up. Bam! Shoot him. Fox, two. I can't. I don't have a fucking phone. So what? Good kill. Hey, good kill. Pilot ejected. Ejected out of the second one. Okay, Meister, let's head north. Head north. A repülőgép hordozók tulajdonképpen úszó erődök, amelyek jelentős csapásmérő erőt képesek eljuttatni a világ bármely pontjára. E rettenetes tűzerő védelme a hordozó fedélzeti vadászgépek feladata. A hordozó keskeny fedélzetén, gyakran szélsőséges időjárási körülmények között szolgálatot teljesítve a tengerészeti vadászgépek teszik lehetővé, hogy a hordozó teljesíthesse elsődleges küldetését, a világ tengerek feletti uralom biztosítását. A magyar változatot a Mesterkiadó megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.